Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó Terik a podcastja. Vendégünk itt a stúdióban Csontos László újságíró, akivel az újrakezdésről fogunk beszélgetni így az új év kapcsán. Az ön esetében az, hogy újrakezdés, ez a szó mi, mit juttat eszébe? Jó napot kívánok! Hát az újrakezdés az végül is valamit olyasmit jelent nekem, hogy a nulláról kezdjük, vagy közel a nulládól, e, tehát újraindítjuk úgymond az életet, ezt jelenti nekem az újrakezdés. Ugye munkáról beszélünk elsősorban, ön 1990-től újságíróként dolgozott, ugye egy lapnál, és aztán váltott. Hogyan és hová? Hát ilyen váltások közben többször is volt, ugye, mert hát a sajtó az nem egy olyan világ, ahol azt mondjuk, hogy az ember elhelyezkedik egyszer, és onnan megy mint Japánban szokás. Itt vannak különböző vándorlások, mozgások, de mondhatjuk úgy, hogy az első nagyobb váltásom az 2013-ban volt, amikor a Minopnál dolgoztam, és a megyei önkormányzatnál az akkori elnök, a Mennyi Roland már a harmadik úgymond sajtófőnökét fogyasztotta el, és ugye jött a, a közeledett a választás, ugye a, a kampány, és kellett nekem egy olyan, akivel belevágjon, és ekkor kerestek meg engem, és én lettem 2013-tól 2020 a megyei sajtósa, ami a maga nemében ritka dolog, hiszen ez egy bizalmi szakma, mint az elnöknek a sofőrje, az elnök titkárnője, tehát még párton belül is, ha a személy cserélődik, akkor ezek a személyek cserélődni szoktak. Én három elnököt szolgáltam ki mondjuk egy az szó jó értelmében. Hát már elég sok idő ugye, eltelt közben, az embernek a gondolatai jártak mindenféle irányban, Abba az irányba is, hogy jó lenne esetlegesen, mert mindig is terveztem, hogy milyen jó lenne egyszer majd egy könyvet írni, hát sikerült. nem egy lett belőle, igen, köszönöm, sikerült, nem egy lett belőle, már idáig hatnál járok, de 17 volt, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy valamit már kellene egy könyvet csinálni, 2018 januárjában jött egy betegségem, és ez egy plusz motivációs volt hozzám, illetve el kellett gondolkodni bizonyos dolgokon, bizonyos dolgokat átalakítani, és ekkor kezdtem el, hogy a, úgymond a könyvkiadást is mellette, hiszen ez sajnos nem úgy működik, mint sokan gondolnák, hogy a író megírja, rátesz az utolsó betűt, és akkor ezzel be van fejezve, vagy legalábbis ez csak a nagymenőknek megy így, az összes többinek azért meg kell küzdeni, hogy pénzt összeszedni, intézni mindent, tehát ez, ez, munka mellett ment, és akkor idővel 2020-tól vagyok úgymond, mondjuk az, hogy fő, főállású író, amikor most már a hatodik után azt, azt merem mondani, hogy különösebben nagy mellé nélkül, hogy most már író vagyok, van akinek még az elsőse, tehát van, akinek az első sem jelenik meg, és már úgy hirdeti magát az interneten, hogy író. Hát én a klasszikus dolgokhoz, mű, műveltséghez igazodva inkább azt mondom, hogy a hatodiknál mondtam azt már, hogy most már író vagyok. De természetesen egy-egy cikket, vagy ne agyisten, Isten, cikksorozatot, amely kellően motivál, és kellő felkészültséget igényel, azt még elvállok és elkészítek. Kezdjük az elején, a könyvek írásáról beszélek. Tehát elhatározta, hogy könyvet ír, akkor milyen témáról? Hát történész a végzettségem, két diplomás történész vagyok, tehát az bennem volt, hogy az újságírás és a történelemnek valamilyen ötvözete, és ez egészen úgy működött, hogy a klasszikus értelemben egy trilógiát írtam a magyar történelemből, amelyik ráadásul itt a megyénkben játszódik, hiszen még ugye lelkes lokálpatrióta is vagyok, azt hiszem ezt is mondhatom nyugodtan, tehát úgy gondoltam, hogy legyen benne egy kis újságírás, legyen benne egy kis történelem, és legyen benne helyi kötődés és így született meg az első könyvem az Ezüstkat kékmezőben amely a, a tatárjárás idején játszódik, ezt követte a, a, a kuruckor, hiszen az egyik legszebb, legregényesebb korszakunk a kuruckor. De természetesen ebből is a, a klasszikus a Rákóczi félét vettem, hanem a korai kuduckort, amikor a tököli úgy úgymond a bukása, és a, a bukástól a Rákócinak a győzedelmes eljöveteleig, ez, ez a, a második könyvem. A harmadik pedig a 1849, amely Szintén ugye egy nagyon szép és nagyon ö, érdekes történelem, amely Szencse már jól fel is van dolgozva, de mindig lehet újat mondani, újat kitalálni. Itt pedig a különleges küldetés című regényem szól erről. Tehát ez a három volt a történelem, és utána egy kicsit másképp folytattam. Hogyan? Hogyan másképp? Hát jött egy felkérés egy ismerősön keresztül, hiszen végül is a több évtizedes munkásság azt eredményezte, hogy az embert ismerik is bizonyos szinten, mint újságírót. Azt hiszem, még nem is az utolsók közé tartozom. Tehát egy ismerős jött azzal, hogy itt a megyében Mogyoróskár ma odavaló. készítsek, vagy szeretne ő egy könyvet, hogy elkészítem, és kicsit gondolkoztam rajta, és igen, mondtam, és elkészítettem. Ez lett a Mogyoróska című falu, nem, nem is tudom, hogy konkrétan minek nevezzen, hiszen egyszer egy falu történet, de egy szociográfia is bele van építve, hogy ne csak a múltról beszéljünk, hanem a jelenről és a jövőnek is egy képet mutassunk. Tehát e, egészen úgy van bemutatva, hogy a klasszikus történelmi dolgokon keresztül, amik ugye több évszázadot, a viszonyulnak, arról már nincs szemtanú. Tehát az az írásos források, illetve a ruszinoknak a bemutatása, hiszen az egy népcsoport, egy kárpátaljai népcsoport, ami azért lényeges, hiszen a lakók jelentős része az őszlakosság a falunak az ruszin származású magyar volt, illetve ruszin származású ruszinok, tehát ugye változó, vegyes képet alakult ki, és ezért bemutattam a ruszinokat is, hogy egy, egy képbe, hogy tudják, hogy kik a ruszinok, és utána pedig most ott élő, vagy onnan elszármazottakon keresztül mutattam be, hogy ezelőtt 40, 50, 60, 70 évvel milyen -e vallási szokások voltak, hiszen itt érdekesség, hogy a ruszinok azok a nyelvüket elvesztették, de a vallásokat megőrizték, tehát görögkatolikusok maradtak, tehát a görögkatolikusságukat, a vallási helyi szokásokat bemutatni, vagy a helyi étkeket, a, vagy megkerestem az erdész, aki elmesélte, ugye, hogy a, a, vadvilág hogyan alakult, tehát a farkasok megjelenését. E, ugyanerről beszélt például a, a, mezőgazdasági vállalkozó is, aki, aki ugye marhákat tenyészt, és neki napi probléma a farkas, mert a városi mit mond, ugye el van városon, és azt mondja, hogy jaj, de szép, milyen jó, hogy vannak farkasok, aki már kint él vidéken, és ne Isten jószágot tart, és a jószágjából viszel a farkas, az már nem biztos, hogy azt mondja, hogy mi a jaj, de örül neki, tehát ugye, hogy megmutatni, hogy a másik oldala is van ugyanennek a képletnek, illetve, hogy nehogy is nem, amikor arról beszélnek, hogy a szlovák, vagy a, a, szlovákokkal, ugye, mert az emplén egy része áttartozik Szlovákiához, és a, ott az egy kicsit több farkas, van. és akkor a szakértőkkel ugye beszélnek a magyar szakértők, és akkor kiderül, hogy szlovákok szerint a emplén hegység az két farkas falkát bírna el, és jelenleg hat van, tehát e, hat darab, tehát ugye kicsit túl vannak tenyészve, és ez is okozza azt, hogy például a marha tenyésztőnek nem egészen egy év alatt 6 darab marháját ölt meg a, a a farkas, és akkor és ő ő nem lehet ülőni a farkast, ugye? Tessék? Nem lehet a farkast a vadászoknak pontos ez a probléma, hogy igen, hogy védetnek számít, tehát ugye mondják azt, hogy tartson kutyát, meg villanypászol, meg stb. Csak a gyakorlatban kiderül, hogy a villanypászol, a marhát terület, a farkast azt nem, tehát az még jobb neki, mert neki szorítja a marha, marha meg fél tőle, nem fog átmenni rajta, mert tudja, mert a fejébe ott van, és ezzel úgymond sarokba szorítja. Egy, ráadásul a farkas nagyon okos, mert hogy farkában vadásznak, és még egy-két farkas leköti a akármilyen kutya van, kettő az leköti, mert ugye sokban tartja és mozgatja őket, addig a többi farkas ráír a marhákat ölni, tehát bocsánat kifejezés, tehát ez sokkal bonyolultabb, mint ahogy a városi gondolja, tehát ez is be van mutatva benne. Egy-egy könyv kapcsán, amikor így hozzákezd például ehhez a könyvhöz, azért egy nagy kutatás előzi ezt meg, ugye? Izgalmas egy ilyen könyvet megírni? Igen, 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 mondhatom, izgalmas, tehát az újba, tehát ez egy másik fajtája az írásnak, hiszen végig az írásnál maradtam, de, de az írásnak egy egy másik lábnyomába kezdek bele, ami magába a kifejezést nézve írás, mert ugye leírva jelenik meg, viszont egészen más tevékenységet igényel. Tehát másképpen kell hozzá készülni. Például nyilvánvaló, hogy amíg egy újságcikknél ugye az ember jó esetben ugye a tudásán kívül esetlegesen ránéz, hogy miről van szó szóval egy ilyen könyvnél, ami azért mégiscsak ott marad. Ki, optimista esetben az a gondok, hogy 10-20-30 vagy 40 év múlva is a kezükbe veszik, akkor olyat kellett. Lenni, ami, ami mond is valamit, és biztos, hogy jó. Tehát sokkal nagyobb kutató munkát igényel, mint egy az elkészítése. De hát ön történész is, és hát ezért a történészek mindig a múltban kutatnak. Most készül valamilyen könyve, amihez kutatás is társul? Igen, igen. Hát úgy néz ki, egy nem akarom elkiabálni, de jelen állás szerint úgy néz ki, hogy. Januártól elkezdem készíteni a Jakab című falu monográfiát, ami ugyanilyen az előbb említett módon egy ilyen hibrid könyv lesz. Tehát, hogy egyrészt egy monográfia, tehát a múlt, és mellette a jelent is feldolgozva. Nyilvánvaló, hogy ez is egy két hónapos kutató munka lesz, beleértve azt is, hogy személyesen elmegyek a falubannak annak ellenére, hogy e, valamennyire ismerem, és is, mondhatom talán ezt egy nagy képviség nélkül, hiszen gyerekkoromban többször is nyaraltam ott, amíg nagymamám élt, hiszen édesapám Torna Jakabi származása, és egy, valahol ez egy küldetés is, is, a részemről, hiszen a másik falu az egyel arra van, ahol édesanyám való viszló, amit már elkészített egy onnan származó, illetve korából oda visszatért görögkatolikus parókus, és nyilván az megvan készítve. Torna Jakabon szétnéztem, nem írták meg, hát gondoltam, hogy én leszek az, aki majd ezt megírja, egy olyan ember, aki még ismerte, hogy milyen volt a falu 30-40 éve. És hol tart most ennek a könynek a megírásában, vagy az előkészületében? Még csak az előkészületnék, tehát én úgy vagyok vele, hogy óvatos duhajként, tehát csak olyat csinálok, ami meg is fog jelenni. Tehát most még a hátteret készítem elő, ugye ezzel kapcsolatban különböző személyekkel tárgyalok, illetve hát ez nem egy egyszerű, mert itt Tudna Szentjakabnál, egy kis falu 199 lakosa van a népszámlálás szerint. Egy klasszik, mindent el lehet mondani róla, ami, ami, a csereháti apró falvakra jellemző, az előregedés, stb. Illetve megjelent mellett a, a, a roma lakosságnak a, a, szapor, a szaporulata is, ami különböző helyi problémákat is okoz. E, tehát nyilvánvaló, hogy ennek a függvényében nem egyszerű az előkészítése, hiszen egészen más, ahol van pénze a falunak, és egészen máshol nincs pénze a falunak. Itt, ne, itt nekem kell előteremteni a teljes fedezetet, hiszen a falutól nem várhatok, és nem is várok segítséget. Igen, és hát ma egy könyvnek a kiadása vagy kiadatása nem kis pénzbe kerül. Ez való igaz. Szeptemberben jelent meg a Hőseink az Étlapon című kötetem, és erről a könyvről büszkén elmondhatom, hogy nulla forint közpénz van benne, ami magyar viszonylatban rendkívül ritkának számít, legalábbis magyar szerzők esetében, és olyan könyvek esetében, amelyek nem a bulvár témával foglalkoznak. Tehát, tehát ezen a téren már bizonyos rutinnal rendelkezem, hogy hogy kell ezt csinálni. Kicsit beszéljünk erről a könyvéről, beszéltünk mi a tavasszal vagy a nyáron erről, de hát ezt nem biztos, hogy mindenki hallotta. Tehát hogy mi is szerepel ebben a Hőseink az étlapon című könyvben, vagy hát, miért született ez a könyv? Hát azért született, mert a, a úgymond a fejemben, <coughs> pardon, már régóta járt ez a történet, hogy a, kiket becsülünk igazán, nézzük meg, hát a Napólont például, akinek egy konyak, <coughs> egy konyak viseli a nevét, vagy egy szloganofot, aki, aki, akiről ugye a Bélszín viseli a nevét, vagy egy, egy Melba nevű ausztrál énekesnőt, aki, akinek a Melba szelet, ugye egy édesség visel a nevét, már a világon ugye elmúlt több, több, évtized talán nem is tudnák sokan, hogy ki az a melba, de hogyha azt mondjuk, hogy melba, akkor melba szelet, akkor esetlegesen utána néz, ha valaki nem tudja, hogy ki, kiről lenne szó. De Napóleonnál ilyen probléma nincsen, hiszen Napóleon olyan történelmi zseni volt, akiről mindenki tudja, hogy, hogy ő ki volt egy nagy hadvezér. Hát tanítják az kérdé. általános iskolákban, ugye, mint Igen. történelem. De nekünk Igen. is vannak ilyen nagy nagyszerű történelmi személyiségeink, különösen a, a reformkorból és 1848-49-ből, hiszen kosútot és Szét említeném, de egy, egy veselényit, az átvízi hajóst is, akikről szerencsére sok mindent tudunk, de az például nem, hogy, hogy nagyon kevesen tudják, hogy például kosút mit szeretett. Hát például én tudom, mert utána néztem, hogy a, a citromos kolbászt, vagy például a, a, a Kossuth, az édesség, ami visze, viseli a nevét, ugye, egyébként kettős is viseli, mert a kosút koszorúja is egy egy, 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 édesség, és a... Kosút kifli, ugye? Kifli, igen, az a klasszikus, ami egy pozsonyi kiflinek egy, egy változat, amit az ő tiszteletére készített egy egy pozsonyi vendéglátós, mégpedig azért, mert hiszen akkor még tudni kell, hogy pozsonyban volt az országgyűlés, ugye nem Budapeste, mint hol, hát ugye most nem is lehetne pozsonyban, hiszen pozsony már ugye Szlovákia a fővárosa azóta, de ugye pozsonyban volt az országgyűlés a török miatt, ugye a Buda felszabadult, de nem költözött vissza, és ugye ennek köszönhetően Kossuth is, mint országgyűlési képviselő, pozsonyban kellett, hogy megszálljon. És mi, ugye volt egy törzshelye, ahova visszaját, hiszen elégedett volt, és annyira tisztelt, a házigazdája, hogy a kosút kiflenek egy változatát elkészítette a kosút kifliként. És azt kosút tette is, mert vannak olyanok, akik a róluk elnevezett ételeket nem ették, mert csak a tiszteletére lett elneve, vagy a már meghalt, miután elnevezték róla, de kosút tette is azt, amit elneveztek róla, és így, így született az ötlet, és akkor ugye kiderült, hogy nagyon sok minden, tehát hogy nekem is sok újdonság volt benne, hiszen életben nem gondoltam, hogy kosút jó még Amerikában is neveztek el tortát és akkor ugye ezt nem csak ugye feldolgoztam, úgyhogy egyszer, mint történt, összeszedtem a recepteket, mert az kicsit száraz lenne. Kerítettem hozzá egy kiváló séfet, aki azóta bekerült a Michel Gágyba is, Michelin Gágyba, aki, aki ezek közül válogattunk és elkészített egy-kettőt ezekből, illetve kerítettem hozzá, hogy kerek legyen a, a kínálat, egy borász is, hiszen abban az időben még bort az emberek, és kértem meg egy kiváló hegyaljai borászsal összejöttem, és akkor ő pedig ezekhez az ételekhez ajánlott egy, -egy egy, bort is. Tehát így áll fel a könyv, hogy van a történelme a reformkorról, akkor van, hogy bemutatva a 12 személynek az élete, és akkor utána, amikor be van mutatva az életük, mindegyik után ott van, akkor, hogy mit szeretett tenni, amit sikerült kiderülni. Van, akiről nem derült ki egyébként, de többségre az kiderült, hogy mik voltak a gyengéi, és akkor azon túl, hogy mit neveztek el róla, azok bemutatva, séf elkészítette, tanácsokat elmondta, hogy hogy kell csinálni szakszerűen. Tehát mindegy szakácskönyv is egyben. Tehát ez egy történelmi szakácskönyv. Egy történelmi és egy szakácskönyv egyben. Na de hol kutakodott az iránt, hogy például Kossuth mit szeretett tenni? Ez hol találta no, meg? Hát ez a történelmnek a java a borsa, ugye, hogy keresgélni, ugye, hogy utána, hogy e, uh, Levél Kós... Levéltárba, vagy hol? Hát ma már az interneten szinte minden, majdnem minden, majdnem minden, mert van, amit úgy kaptam Angliából, például a Batyány Katától, hogy saját kézírásával küldte át nekem Angliából, hogy a Battyány is és a, a, a Batyány Szósznak a receptjét, de a döntő többségét sikerült könyvekben, illetve digitálisan megtalálni. Tehát ma már ugye haladjunk a korral, tehát az internetet hoz, kihívtam segítségül. Egyébként sokkal nehezebb lett volna, de hát mondom, én is használom a új eszközöket, nem csak én változok, a világ is változik, és vele együtt változunk mi is, tehát használtam az internetet és így, itt találtam meg például a, koszút kosút koszorút egy német receptkönyvben találtam meg, mert Magyarországon gyakorlatilag eltűnt, már mikor el volt készítve a könyv, könyv, legvégét írtam, akkor derült ki az egyik szakkönyvbe, hogy megvan magyarul is, de egyébként jó, hogy németből fordítottam vissza, mert az németekre jellemzően sokkal precízebb programokra leírva minden, hogy hogy kell csinálni. A magyar, mint a magyarok, még kicsit nagyobb vonalúbbak vagyunk, tehát csak leírta, hogy mi, mi kell bele, meg hogy kell csinálni, úgy pár mondatban, tehát az alapján nem lehetett volna úgy megcsinálni. Mind mint ahogy a német alapján elkészült. Ugyanígy lett meg a, a kék, tehát a kosút torta is, ami Baltimorban, hiszen Kossuth Lajos a, ugye emigrált a szabadsághoz végén, ugye, hogy, mert, mert ugye, valószínűleg úgy járt volna, mint az aradi vértanuk, tehát ő, ő politikusként ugye úgy döntött, hogy a hazának nagyobb szüksége van rá, még többet tud segíteni, ha elmenekül, és ugye elment emigrációba, és akkor ő rendkívül nagy népszerűségnek örvendett egy szabadságharcos. Momán talán el se tudjuk képzelni, hiszen még Zelenszki is rossz példa hozzá, hiszen az egészen más világ volt, de kosút egy a Zelenszkihez hasonló, hanem nagyobb e, szabadság hős volt nyugaton, és ennek köszönhető Amerikában is járt, ahol ma elképzelhetetlen, hogy azért fizettek a hallgatók, hogy kosútot hallgathassák. Tehát nem megvendégelték őket, ilyen-olyan ajándékot kaptak, hanem az emberek befizettek, hogy őt hallják. És e, 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 ezt a tiszteletet jelzi az is, hogy mikor egy, 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 amerikai szakás nem magyar, tehát nem magyar számára, akkor még nem nagyon voltak magyarok Amerikában, hiszen ők a 80 es években indult meg tömegesen Amerikába. Tehát egy egy eredeti amerikai cukrász úgy döntött, hogy ennek a tisztelet egy nagy esemény, hogy kosútod a látogat, készít egy tortát, és Amerikába például ez, ez ma is egy ismert torta. Tortának számít, és ma is csinálják. Ezt is megcsináltuk volna, de végül a séfe nem ezt választottuk, viszont vannak akik ilyeneket választottunk ki. Mondta, hogy most dolgozik ezen a könyvön, ugye. Torna Szent Jakab hát monográfiáját, vagy nem tudom, történetét írja le. És utána lesz még következő település, vagy hogy hogyan gondolkodik a jövőben? Ugye a szerencse forgondú, elméletileg, ugye úgy hallottam, hogy egy pályázattal nyertek, amely tavaly, egy, amit mondtam, hogy ugye azért nem szakítottam teljesen az újság, és részt vettem egy projektben, amelyik a, a ugye Borsoda valamikor a bányák vád, volt, bocsánat, akkor mi nem vádmegye, csak megyéje, tehát a, 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 Borsodi szénmedence, ugye, ami innen Miskolztól tart, ugye Ózdig, így nagy vonalakban felépítve, az egy rendkívül sok embernek adott munkát, és jó fizetést a hosszú évtizedeken keresztül, ugye, ez ugye megszűnt a 2000 körül, viszont kicsit már korábban, valamelyik kicsit később, de tehát a tehát a rendszerváltástól a 2000 körül időkig megszűnt, és nyertek egy pályázatot, amelyikben bemutatták a bánya kultúrát, mi változott azóta. A, 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 én, én készítettem hozzá a cikkeket, és elképzelhető, hogy lesz abból is egy könyv. Ugye 2024-et írunk újrakezdés éveleje, ugye ez, ez egy bevett sztori. Önnek szokott te fogadása lenni évvégén? Megfogad-e valamit? Nem, nem. Nekem sosincs fogadásom, hiszen azt kell csinálni, ami előttünk van. Tehát nem úgy vagyok, hogy elhatározom, hogy majd ezt fogom csinálni, azt fogom csinálni, azt fogom csinálni amire lehetőségem van. Tehát akkor lép a folyóba, amúgyulás. amikor odaér. Igen. <laughs> És akkor 2024-es évre mit kívánjunk önnek? Mit? Vagy ön mit kíván önmagának?

sokat vaszillálni, hanem foglaljon el ez a két könyv, amiről beszéltem, és hogyha még egy-egy újságcikk vagy ö, olyan projekt becsúszik mellé, ami, amit, amit említettem az előbb a bányász ö, projektet, ami, ami felkeltette az én érdeklődést, ez nem csak munka volt részemről, hiszen én borszikán kezdtem a munkát a, a borsodi vegyésznél, és ugye az rokon szakma, hiszen akkor a, a, éppen mind a két szakma úgy részben leépülőben volt, de ez két hagyományos borsodi szakma volt, és szívesen csináltam, és hogyha még ilyen projekt, Bejön, vagy valami, ami kicsit elvontabb munkát igényel, ami, ami gondolkodást is igényel, ami szakmai feladatot, ami engem inspirál, akkor szívesen elvám. Tehát, hogy ne érjek rá unatkozni, én ezt kívánnám magamnak. Hát legyen ez a végszónk. Kívánjuk akkor Csontos László újságírónak, írónak, hogy 2024-ben sem unatkozzon. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy itt volt.